főiskola már régóta dolgozik azon és foglalkoztatja az itt lévő kollégákat, hogy hol lesznek azok a fiatalok, akik nem tudnak bekerülni a felsőoktatásba, mert mondjuk nem teljesítették ukránból a megfelelő szintet ahhoz, hogy jelentkezhessenek. Egy belső felmérés alapján nagy részük igyekszik munkát találni. Miután képesítés nélküli személyek, ezért általában olyan bérmunkára mennek, ami alacsonyan fizetett, tehát az ő munkájukat kihasználják, legtöbben Csehországba kerülnek, vagy Németországba, és kevesen mennek Magyarországra. Szakképzés magyar nyelven nincsen, és a szakképző iskolába se tudnának bekerülni ilyen ukrán érdemjeggyel. Ezért gondoltuk azt, hogy valamiféle alapot kellene nekik adni, hisz nagyon sok értelmes gyerek van köztük, akik tanulni szeretnének, szakmát szeretnének tanulni, de itthon nem adat meg a lehetőség, és ezért kerestük a lehetőséget. Magyarországi szakképző intézetekkel, a legközelebbivel kötöttünk egyezményt 3 éves munka után, ez a Máté Szalkai Szakképzési Centrum, illetve a Baross Mezőgazdasági Szakképzési Középiskola, és egy olyan oktatási formát találtunk ki, ami segítheti a kárpátaljai magyarok boldogulását. Mi kurzusként hirdetjük itthon, hiszen ukrán államilag elismert diplomát nem tudunk nekik adni, és 1 hétig nálunk tanulnak, 1 hétig Magyarországon tanulnak. Mi az egyesség alapján átvettük az ő tanrendjüket, ami természetesen lefordítottuk ukránra, és a kollégák amellett, hogy megmagyarázzák az anyagot, segítik az ukrán szaknyelvi képzésüket a gyerekeknek, hogy végül is, ha kikerülnek a munkaerőpiacra, tudjanak anyagot megrendelni, tudjanak alapszinten kommunikálni, tehát nem arra tanítjuk őket, amit az ukrán ZNO követel, hogy anyanyelvi és emelt szinten letedik az ukrán nyelvi vizsgát, hanem hogy tudjanak beszélni a fodrászok, a szakácsok, a szukrászok vagy az autószerelők azokkal a kliensekkel, akik majd hozzájuk fordulnak, valamint értsék, hogy mit tanulnak, tehát anyanyelven is tanulják, de tudják megrendelni az alapanyagot, az alkatrészeket, és emellé még ragasztunk olyan tudást is, ami Ukrajnára jellemző, például vállalkozási alapismereteket, hogyan lehet magánvállalkozást nyitni, vagy az itteni normatív szabályokat, például az ukrán KRESZ eltér a magyarországi KRESZ-től, Magyarországon pedig az ottani törvényeknek megfelelően tanulnak. Mindkét helyen kiépített gyakorló bázisuk van. Kárpátalján mi nem építettünk magunknak bázist, hanem kötöttünk szerződéseket a Nagydobrony és környéki szakemberekkel, vállalkozókkal, ahol az életben tapasztalják meg, hogy hogyan működik egy vállalkozás, és ott besegítenek, tehát megtanulják a helyi sajátosságokat. Magyarországon természetesen a szakképző intézet gyakorló terepén dolgoznak. Amennyiben jól fognak teljesíteni, akkor kaphatnak egy OK-s bizonyítványt, ha leteszik a vizsgákat, és ezzel az OK-s bizonyítvánnyal már boldogulhat Európa bármelyik országába, ahol a szakképzett szakmunkásokat keresik, de itthon is boldogulhat, mert közben Magyarországon megtanulja az innovatív újdonságokat, eljut olyan helyekre, amit itthon nem tudnánk biztosítani, olyan gyakorló telepekre, és ha van benne kellő kurázsi, akkor itthon nyit magánvállalkozást, vagy itthon áll be valamelyik gyakorló telephez, ahol szívesen hívják a tehetséges gyerekeket. Örülök, hogy sokan jelentkeztek, ebben az évben 95 hallgatónk van, és 7 szakmát tudtunk megindítani, olyan szakmát, amire igen nagy szüksége van Kárpátaljának, például a szolgáltató ipar szempontjából, a turizmus fejlesztése szempontjából, ilyen, mint a szakács, vagy akár az autószerelő, de a mezőgazdaság szempontjából fontos a mezőgazdasági gépkezelő és gépszerelő, tehát az a technikus, aki ért a modern gépekhez, ami már nem a régi nyiva traktor, hanem teljesen másot jelent, de van köztük hegesztő, aztán kozmetikus és fodrász. Azt gondolom, hogy a jövőben, ha lesz jelentkező, akkor a képzési kínálatot bővítjük, nem csak ezeket a szakokat, hanem az összest meghirdetjük, és ott tudunk szakot indítani, ahol a jelentkezők száma eléri legalább a 15-öt.
de minimum 12-nek lenni kell. Ezért hívom fel a fiatalok figyelmét Kárpátalján, hogy aki valóban szakmát szeretne tanulni, akkor próbálkozzon, és a meghirdetés után jelentkezzen, és örülnék neki, hogy a következő éven esetleg más szakokat tudnánk hirdetni, és rotációs alapon le tudnánk fedni azt a területet, ami igen hiányzik szakemberből a kárpátaljai munkaerőpiacon.